Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Köcsén még jó idő volt, ugye, azt a napokban tartották. Gondolom láttad a tudósításokat, esetleg írtál is róla, mi itt a hírekben mondtuk, hogy talán az egyik leg, nem is az, hogy meglepőbb, mert hogy azért ez már benne lógott a levegőben, hogy Varga Mihály lehet a következő jegybank elnök, de ez gyakorlatilag most elég erősen utalt rá a miniszterelnök. Az, ahogy tulajdonképpen belengedte azt, hogy kell egy gazdaságpolitikai centrumot felállítani, már megint, mert ugye egyszer már volt ilyen, 2010 és 12 között éppen Matolcsi György vezetésével volt ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium, aztán utána 13 és 18, egészen 18-ig nem is volt pénzügyminisztérium, holott Varga Mihály kvázi pénzügyminiszterként tevékenykedett. Egy hasonló jöhet most vissza, teljesen logikus. Aki figyeli Nagy Márton eddigi ténykedését, az logikusan következtethet arról, hogy ahogy Nagy Márton egyre több területet vonz tulajdonképpen az irányítása alá, ő már most is majdnem egy csúcsminisztériumként működik. A költségvetés volt az egyetlen egy, ami még hiányzott erről a palettáról. Most, ha úgy lehet mondani, a puzzle utolsó darabja is a helyére kerül, tehát tulajdonképpen a pénzügyminisztérium be fog oldalni a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Érdekes módon ezt az is valószínűsíti, hogy elindult a várbeli fejlesztése a pénzügyminisztérium új épületének, és biztos forrásból származó információim szerint már nem a pénzügyminisztériumot jelölték meg, mint beköltözött, hanem az egyik állami intézményt, állami szervet. Tehát már ott sem pénzügyminisztériumként szerepel. Ez is a biztos jele annak, hogy Varga Mihály lehet a jegybank elnök. Nem volt sok választás, ugye vagy Nagy Márton megy vissza a jegybankba. Én szerintem egyébként ő vissza fog menni, csak most más feladatai vannak. Tehát én később azt gondolom, hogy fogjuk még látni Nagy Mártont jegybank elnöki székben, amennyiben lesz olyan kormány, aki őt fogja javasolni, azért azt tegyük hozzá. Szó volt arról, hogy Patai Mihály egy rövid időn keresztül az ő neve is forgott. Ő szerintem egyébként alkalmas lenne olyan szempontból, hogy a pénzügyi élet minden területén mozgott. Más kérdés, hogy 72 évesen fölvállalna egy ilyen hosszú 6 éves mandátumot. Varga Mihálynak vajon lehet az erre? Ez nem Amerika, csak úgy mondom. Igen. Varga Mihálynak egyébként vajon lehet ambíciója egy ilyen jegybank elnöki pozícióra? Nyilván, ha kinevezik akkor, vagy ha Orbán Viktor őt javasol, akkor nem nagyon lesz ellenkezési lehetősége, valamennyi lehet, de valószínűleg elfogadná ezt, de neki van a múltjából olyan esemény, vagy olyan múltbeli tevékenység, ami utalhat rá, hogy akár ő szívesen lehetne jegybank elnök? Visszakérdezek, Matolcsi Györgynek milyen előélete volt, amikor 2013 márciusában lett a jegybank elnök? Varga Mihály sokkal fegyelmezettebb, mondhatni, hogy pártkatona, tehát ő egy, mert ki is kell majd lépni a Fideszből, hogyha ez megtörténik, hogy jegybank elnök lesz papíron. Hát ugye ő a Fidesz alelnöke, tehát hogyha valaki és bizalmi ember, ott volt ha jól tudom, akkor ő is a Fidesz egyik alapítója volt, tehát ő abszolút egy bizalmi ember. Hát azért az elmúlt években ragadhatott rá annyi mint pénzügyminiszterként, hogy talán most a másik oldalt is fogja tudni irányítani. Azt látni kell, hogy a monetáris politikának jóval szűkebb a mozgástere, mint volt mondjuk akár 10-15 évvel ezelőtt is, tehát itt meg kell hozni azokat a döntéseket, egyszerűen a kamat döntésről van szó, miközben az MNB-nek egy nagyon-nagyon erős szakmai műhelye van, tehát kamat döntésekről van szó. Na most itt lesz az érdekes, ugye eddig Matolcsi György ellenállt annak, hogy Nagy Márton egy nagyobb arányú kamat csökkentést akart, az idő végül is Matolcsi Györgyöt és csapatát bizonyította, jó, hogy nem lett nagyobb arányú kamat döntés, el sem tudom képzelni, hol lenne most a forint a mostani kamat környezetbe. Talán Varga Mihály beérkezésével, és ne felejtjük el, hogy nem csak Matolcsi György távozik, hanem Patai Mihálynak is lejár a mandátuma. Mm-hmm. Tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen már ott a 9-fős monetáris tanácsban a két korábbi új tag érkezésével, most már, ha jön még két tag, akkor már 5-4 arány lesz a újak javára. Már ott azért lehet meggyőzni másokat, hogy lehet, akkor egy kicsit nagyobb arányú kamatcsökkentés legyen. Az egy más kérdés, és szétfeszíteni a műsor kereteit, hogy a gazdasági növekedést csak a kamatcsökkentéssel föl lehet-e húzni. Hát most már ugye csak 1,5%-ról beszélünk, tehát a 4% lement először 2,5-re, 2-re, hát most hol van az a másfél? Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Tartson velünk és iratkozzon fel a Trend FM YouTube csatornájára.